Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Külön Óra, a Szolnok Televízió oktatási magazinja. Elbúcsúztak a szolnoki középiskolák végzősei, ezzel kezdjük mai adásunkat. Megmutatjuk azt is, hogyan sikerült a magyar írásbeli érettségi a szolnoki gimnazistáknak. Ellátogatunk a művészeti gálára, adásunk legvégén pedig a Rózsakertbe, ahol egy nagyon izgalmas program zajlott a minap, hogy mi műsorunk végén kiderül. Elsőként azonban ballagás és érettségi, hiszen ez az, ami a leginkább foglalkoztatja most a középiskolásokat. A sok éves hagyományokhoz hűen idén is utcára vonultak a ballagó diákok. A tanulóknak 2 napjuk volt feldolgozni a ballagás okozta élményeket, hiszen hétfőn már életük legnagyobb kihívása várt rájuk, ez pedig nem más, mint a magyar érettségi. Eljött a pillanat, amikor bizony indulniuk kellett a diákoknak. Május 5-én szombaton délelőtt a Pálffy vízügyi szakgimnázium végzősei vették birtokba a tiszai hajósok terét. A hagyományokhoz hűen itt tartották ballagási ünnepségüket. Jó volt, hát sok barátot szereztem, sokat tanultam, már szakmával kapcsolatban is, szóval így ez miatt szerettem nagyon. Még nem teljesen érzem le zártnak, mert még az érettségi hátra van, szóval az még így nem, nincs lezárva. Az 5. évre viszont marad rengeteg ismerősöm az osztályból is, tehát szerintem mindenki majd, hogy nem marad, és itt fogjuk folytatni a tanulmányainkat. A Varga Katalin gimnázium diákjai szintén szombaton délelőtt köszöntek el iskolájuktól. Van olyan végzős, aki már alig várja, hogy új útra lépjen, de olyan is, aki fájó szívvel hagyja el iskoláját. Nagyon vegyes érzelmek kavarognak bennem is. Örülök, hogy eljutottam idáig, örülök, hogy hétfőn elkezdhetem azt, amire igazából 12 évig tanultam, de nagyon-nagyon fognak hiányozni a barátaim, az osztálytársaim, de azokat, azt a sok emléket, amit itt szereztem, azt mind viszem magammal. A búcsú nem csak a diákoknak, tanáraiknak is nehéz. 132 diák ballag, nyilván vegyes érzelmek, örülünk neki, hiszen ez az élet útja, de hát megszoktuk, hogy itt vannak, szerettük őket, úgyhogy ez a éremnek a másik oldala. A Műszaki és Szolgáltatási Szakképzési Centrum 8 tagintézményének diákjai is elballagtak. Jól éreztem magam a 4 év alatt, gyorsan eltelt, mondjuk az utolsó évek már kicsit nehezebbek voltak. Úgy érzem, hogy ez az iskola megadta azt az irányt, amerre az életem menni fog, azt a szakmát, amelyet tanulni szeretnék, és nagyon sokat segített a céljaim elérésében. A tanulóknak 2 napjuk volt feldolgozni a ballagás napján átélt élményeket. Hétfőn életük első igazi kihívása várta őket, az érettségi. Hétfőn reggel 6:30 érkeztek meg a magyar nyelv és irodalom érettségi tételek a Verseghy Ferenc gimnáziumba. A tételek sértetlenek, és 1/2 órával a vizsga megkezdése előtt lehet őket kibontani. A vizsgázókra sem kellett sokat várni, kis Helga az elsők között érkezett. A martfői lány azt mondta, nem izgul a magyar vizsga miatt, ugyanis 4 év alatt megfelelően felkészült, illetve a kabala állatai, a macskák, és 3-mal is találkozott az iskolába jövet. A magyar terén abszolút magabiztos vagyok. Vannak tantárgyak, amikben kevésbé, de tudom és hiszek benne, hogy majd, ha oda kerülök, akkor 100%-os tudással fogok helytállni. A vizsgázók azt mondták, a második fél évben már minden az érettségiről szólt az iskolában. Több tesztet a tanárokkal közösen oldottak meg, és az előző évek feladatsorait is gyakorolták, valamint próba érettségi megírására is volt lehetőség. A középszintű magyar érettségi első részében 90 perc alatt egy 700 000 szóból álló szövegértési feladatsort és egy rövid szövegalkotási feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak. Emellett az érvelési feladatban egy 120-200 szavas szöveget kellett alkotniuk, vagy pedig, ha nem az érvelést választották, akkor hivatalos levelet kellett írniuk. Monostori Zóra 3,5 óra alatt végzett a feladatokkal. Azt mondta, az utolsó 30 perc már csak a javításról és a tisztázásról szólt számára. Úgy érzi, a feladatsor inkább könnyű volt, mint nehéz, és aki a 4 év alatt folyamatosan tanult,
az meg tudta csinálni. Könnyebb volt, mivel elég fölkészítést kaptunk, aztán én már fél órával hamarabb befejeztem. Szerintem a többiek is meg tudták oldani, mivel a novella elemzésnél ugye ismeretlen szerző volt, de a vers összehasonlítás viszont volt egy ismert költő, akiről nagyon sokat tanultunk. Az intézmény igazgatója szerint a sikeres érettségihez minden adott a versegiben. A gyerekek nagy részének most eldől a sorsa, nem mindegy, hogy milyen egyetemre, hová fog bekerülni, mi lesz majd belőle. Ehhez itt a versegiben igyekezünk minden feltételt biztosítani a gyerekeknek is, a szülőknek is, akik ideiratják a gyerekeket. Az az elvárása, hogy felkészítsük őket arra, hogy tovább tudjanak rendben tanulni. A vizsgasorozat másnap emelt és középszinten matematika írásbelivel folytatódott, ezt követte a történelem, majd az idegen nyelv. Az emelt szintű szóbeli érettségiket június 7-e és 14-e között, a középszintű szóbeliket június 18-a és 29-e között tartják. A legtehetségesebb diákokat köszöntötték a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ hagyományos ünnepségén. A megye 130 tanulója vehetett át elismerést. A Szolnoki Oktatási Központ ebben az évben összesen 12 versenyt szervezett. A Versegi Ferenc Gimnázium kamarakórusa nyitotta meg a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ ünnepségét. Azokat a tanulókat köszöntötték, akik tanulmányi és művészeti versenyeken dobogós helyen végeztek, vagy külön díjban részesültek. A megmérettetések több hónapos felkészülést igényeltek. Az általános és középiskolás tanulók minden fordulóra tanáraikkal közösen készültek fel. Már általános iskolai koromban jártam nem pont ilyen versenyen, de ilyen típusúra, meg a matek tanárunk is felkészített minket rendesen. Ilyen hozott feladatapokat az előző évi versenyekről, meg típusfeladatokat néztünk át órákon, szakkörökön. Milyen gyakran szoktál egyébként versenyekre járni? Hát, ha már egy matek verseny, akkor elmegyek rá. Akkor mondjuk később is szeretnél a matematikával foglalkozni? Igen. A legfontosabb, hogy ő akarja. Ez egy alap. Aztán, ha ő is akarja, meg én is, akkor már mennek a dolgok, mert hogyha érdekli a gyereket, amit csinálunk, én mondjuk matekot, fizikát tanítok, és általában érdekelni szokta őket, akkor nincs gond. A matek meg a fizika ilyen szempontból más, mert mi egyfajtában készülünk, mert egy verseny nem úgy működik, hogy ebből a témából, vagy abból a témából, mindenből. Úgyhogy hát, nálunk héten egyszer van szakkör, ami elvileg 3-4 órás, de gyakorlatilag másfél órás, és akkor ezen szoktunk készülni. Ugye látja, manapság a diákok egyébként mennyire szeretik megpróbáltatni saját magukat, összemérni tudásukat? Hát egyre kevesebb, de ennek van egy olyan oka is, hogy rengeteg a dolguk. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sok a dolguk. Nagyon nehéz időpontot találni, szakkörre sem könnyű időpontot találni. Van a gyereknek 35 óra egy héten, az sok. A tehetséggondozás egyik kiemelt területe a magyar köznevelésnek. A tehetséggondozói feladatok meglehetősen sokszínűek, szerteágazóak. Ide tartozik a tanórai differenciálás, a személyiségfejlesztés, a pályaorientáció, a tudás bővítése, dúsítása, versenyfelkészítés, szabadidős tevékenységek biztosítása. A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra, mondta Szabó Róza főosztályvezető. Ebben a tanévben összesen 26 tanulmányi és művészeti verseny megyei fordulóját szerveztük meg. A 26 versenyen 1416 tanulóval, diákkal találkoztunk. Közülünk 258 díjazott van egyébként ebben a tanévben. Fontosnak tartjuk, és igyekszem minden lehetőséget megtalálni arra, hogy a tehetségeket megmutassuk, mert nagyon jó lehetőségeink vannak. Számos kiváló bázisintézményünk van, és számos kiváló szaktanácsadó kolléga dolgozik a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központban. Olyannyira, hogy ez az alkalom, ahogyan itt most együtt ülünk, kifejezetten csak a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ elsősorban szaktanácsadói által megszervezett megyei tanulmányi versenyek helyezettjei számára jött létre. 12 saját versenyt szerveztünk a megyében, amelyek nem országos versenyek megyei döntői. Ezek a mi versenyeink, 12 ilyen
versenyen 886 versenyző vett részt az iskolai fordulókon, és közülünk itt most 130 diákot díjazunk, és gratulálunk nekik. Ők összesen 28 intézményből jöttek. Azt gondolom, hogy jó ezeket a számokat hallani. Az ünnepségre 28 intézményből érkezett az a 130 diák, akik felkészítő tanáraikkal közösen vehettek át elismerést a Megyeháza dísztermében. Egy gála, ahol a művészetek találkoznak. Második alkalommal adtak közös műsort a város művészeti intézményei. A tavalyi siker után idén közel 200 fiatal tehetség állt az Abanovák Agóra Kulturális Központ színpadára. A gyerekek a zene, tánc, dráma és a képzőművészet területén mutathatták meg, mit tudnak. Csinálj olyat, hogy másnap szégyelt, hogy vele henyész és más nevével. Ébredsz és ha kérdezi másnap, hogy ki az a nő, akkor saj simán. Csinálj olyat, hogy dicsérnek érte, hogy ne húzd le addig, amíg más meg nem nézte, és csak azt kíván meg, amit más is megkíván. Énekkel, jazzbalettel és hangszeres játékkal kápráztatták el a közönséget a művészeti iskolák gálájának fellépői. Az előadást 9 alap- és középfokú művészeti oktatással foglalkozó intézmény állította össze. A fellépésre mindenki sokat készült, hiszen voltak olyan gyerekek, akik több művel is színpadra álltak. A hangolódat, a májusidat és az allegrót. Azért 3 dalra fel kell alaposan készülni, mennyit készültetek, neked mennyire volt nehéz megtanulni ezeket? Nem volt túlságosan nehéz megtanulni, de azért sokat készültünk rá. Ebben az évben kezdtük el ezt a dalt tanulni, ezt a zenét, és úgy 2-3 hónapot legalább gyakoroltunk el. A koreográfiák megálmodásában több mint 20 felkészítő tanár vett részt. A közönség olyan produkciókat is láthatott, ami egy történetet mesélt el. Isten hozott, ördög vigyen Jankó. És miért ez a címe? Mert én vagyok Jankó a főszereplő, és ha megfogom az ördögöt, táncoljuk. Szolnoki Művészeti Iskolák gálája alap- és középfokú művészetoktatás eredményeinek bemutatása idén 9 intézmény, körülbelül 200 tanulóval több mint 20 felkészítő tanár munkája által állítja tehát ezeket a produkciókat színpadra. Ez egy közös műsor, tényleg egy közös bemutatkozás, egy paletta. Szolnok a jelen van a képzőművészet, a tánc, a zene és a dráma. Alapfokon van dráma középfokon, illetve képzőművészet is, így ezekből a produkciókból, amit az intézmények éppen küldtek, valahonnan a legkisebbek, valahonnan a legtapasztaltabbak, esetleg versenygyőztesek, de nem a versenygyőztesek részvétele a lényeg, hanem az, hogy maga a szolnoki művészetoktatás bemutatkozzon. Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat, mondják a szakemberek. A művészeti gálát tavaly hagyományteremtő céllal indították el.
A szervezők a rendezvényt a jövőben 2 évente szeretnék megrendezni. Rajzás a szabadba. Ezzel a mottóval hirdette meg a Fényes Adolf Szolnoki Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium azt a szabadtéri alkotónapot, melyen 70 diák örökítette meg a rózsakert szépségeit. Most azt láthatják, hogy sikerült nekik. Fiatal tehetségekkel telt meg a rózsakert május közepén. A különleges hagyományteremtő programra több iskolából érkeztek rajzolni szerető fiatalok. Gyakorlatilag már tavaly próbáltuk be, és most szeretnénk hagyományt teremteni belőle, most már mintegy 70 gyermekkel. Nem csak a Magiszter Fényes Adolf szakgimnázium tanulói vannak itt, művészeti tanulói, hanem Jászberényből, egy testvérkapcsolatból adódóan is jó néhány gyermek érkezett, és azért választottuk, mert ez most rendkívül mutatós, szép ezzel a sok-sok rózsával, és a gyerekek számára egy lehetőséget ad egy szabad téri festésre, hiszen ezek a gyerekek, akik most itt vannak, ők szakgimnáziumban művészként tanulnak, 11-esek elsősorban, és gyakorlatnak ez hihetetlen jó, és egy nagyon nagy élmény számukra ez a szabad téri festés itt a gyönyörű virágok között. Akadt, aki tollal, pasztelkrétával dolgozott, de legtöbben ecsettel vitték vászonra a különleges látványt. Az épületek, a sétány, a rózsalugas, a szobor, a szökőkút mind-mind megragadta fantáziájukat. Miért is választottuk ezt a területet, ezt a helyet? Hát igazából nagyon nehéz döntés volt. Akármerre megyek itt Szolnokon, mindenhol egy megkapó épületrészt, vagy egy gyönyörű kertet látunk. Ez a rózsák tere, ez pedig kimondottan Szolnok városának egy legszebb pontjai közé tartozik. Ha megnézzük, nem csak a látvány azért, mert ha becsukom a szemem, kinyitom a fülem, madarak, és akkor mondhatnám, hogy az illatok is magával ragadóak. Itt pedig a gyerekek közel 70-en, a látvány utáni munkákat készítenek el. Ezek különböző szabadon választott technikával készülnek. Nagyon fontos, hogy szabadon, mert hogy szerettünk volna egy kicsit plenerben festeni. Nagyon sok az olyan megméretetés, ahol kockológia, perspektíva, tehát ami a felvételihez kell majd, és végre egy kicsit a szabadban teljesen más festési módot igényel ez a munka. A diákok láthatóan nagyon élvezték a különleges alkalmat. Igen, azért ezt választottam, eredetileg ezt az épületet szerettem volna, de mivel egészben már nem tudtam volna lefesteni, nem lettem volna kész vele, ezért inkább a templomnak a részletét választottam, és hozzá egy pár darab felnagyított rózsát, hogy mégis egy kicsit színesebb legyen, és ne csak a zöld fákat tegyem oda. Ez egy kicsit pihentetőbb, mert az iskolában nem csinálhatjuk azt, amit igazából szeretnénk, vagy csak részben csinálhatjuk azt, amit szeretnénk, és itt igazából saját magamra vagyok bízva, hogyha ide is jön segíteni tanár, akkor azt mondja, hogy ha szeretném, akkor megfogadhatom, hogyha nem, akkor úgy alakíthatom, ahogy szeretném. És szerintem ez egy kicsit azért felszabadulás az iskola után. Most rajzszakra járok, és hát most igazából most festettem először. Itt kint a szabadban. Elég érdekes, mivel hogy kiszakadunk a iskolából, és így a természetben készülünk képeket, meg festményeket, szóval más a helyzet, a alapszituáció, az ingerek, és egy érdekes látványt nyújt mindenkinek szerintem. Valamennyi alkotást kiállítottak az iskolában, hogy mindenki számára emlékezetes legyen a rajzás a szabadba. Kedves nézőink, ennyi fért a mai külön órába. 2 hét múlva új témákkal várom önöket, akkor is számítok majd figyelmükre. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra! Ha jó minőségű, trendi ruhákat szeretnél, akkor Anthony Fashion. A minőség örök. anthonyfashion.hu